Akkor most tovább mennénk, és a kerekasztal által előkészített térképet, vizualizációt megkérem, hogy Orosz Őrs mutassa be a népszámlálások adatai alapján. Nagyon szépen köszönöm, és én is ezúton szeretném üdvözölni a megjelent civil szervezetek képviselőit, és a következő néhány percben, mintegy kiegészítve az előttem szóló Gyurgyik Lászlót, ahogy a fölvezetőben is elhangzott, néhány vizualizációt szeretnék bemutatni a 2011-es népszámlálási eredményekről. Elmondanám még, hogy tulajdonképpen megelőzve az összes társadalom kutatóintézetet, és megelőzve a statisztikai hivatalt is, épp a Fórumintézet és a Kerekasztal adta közre első térképeit, melyeket hamarosan nagy méretben nyomtatásban a sajton keresztül szeretnénk majd szélesebb körben is önökhöz is eljuttatni. És természetesen a konferencia után a honlapunkon elérhetők lesznek. Most az első térkép talán a kik vagytok, hol vagytok ismeretlenek témára reagálva a nemzetiségüket nem bevallók területi disztribúcióját ábrázolja. Ahogy láthatjuk, hát a déli területeken nincsenek kiugró színek. Ahogy Gyurgyik László elmondta, kiugró számok sem voltak. Azonban a nagyobb városokban, Komáromban, Érsekújvárban, Párkányban, Losoncon, Rimaszombatban ezek az arányok meghaladják a 10%-ot, és bizonyos esetekben még a 15-öt is. Talán érdekességként jegyezném meg, hogy a két nagyváros, Pozsony és Kassa meglehetősen eltérően viselkedett ebben a kérdésben, míg Pozsonyban az ismeretlenek aránya 3% alatti, illetve bizonyos városrészek esetében az 1%-ot sem haladja meg, addig Kassán több ezres tömegeknél veszett el ez az adat, tehát láthatjuk, hogy az összes városrészben a 15% fölötti értékeket is meghaladja. Kérném a következő képet. Ezen a térképen pedig a magyar nemzetiségű lakosság egyes településeken való abszolút számokbéli fogyását mutatja, illetve abszolút számokbéli számváltozását. Gyakorlatilag a térképen azt láthatjuk, hogy honnan is hiányzik az a több mint 60 ezer ember. Láthatjuk, hogy a perem területeken a fogyás jóval erősebb, fokozatosan sújtott a Losonc környéki nógrádi vidék, gyakorlatilag Losonc körül több mint egy tucatnyi szomszédos falu, beleértve Füleket is, nagyon masszív fogyást mutatott ki. De hát talán egy kicsit, hogy ne ilyen negatív hangulatba fejezzem be, több tucatnyi, hát tulajdonképpen nagyjából 30-ra tehető azoknak a településeknek a száma, ahol növekedést regisztráltunk. Ezek a települések mindannyian tulajdonképpen egy-egy specifikus dobozba vagy kategóriába tartoznak. Az egyik ilyen a magyar tömbterületeken található szlovák telepes falvak, mint például Szilas esete, ahol az egyszerű betelepülők és a vegyes házasságok révén növekedett a magyarok lélekszáma. Tulajdonképpen ezt nevezhetnénk a féle statisztikai hibának is, hiszen ezeken a településeken a magyarok lélekszáma még így az emelkedés után sem jellemzően nem éri el a 100 főt. Hasonló példát képeznek a peremterületek egyes települései, például Komárom Szemere, vagy Komárom Csehi, vagy a Galántai járásban található Gány község, most igen, itt van, amik szintén, tehát szlovák többségű települések, ahova ilyen vagy olyan módon magyar lakosok kerültek. Jellemző növekedést regisztrált szinte az összes Dunaszerdahely
Dunaszerda helyett körülölelő település, ahol hát tulajdonképpen a szuburbanizációs folyamatok révén a kiürülő városmag és az egyre inkább megtelő környező települések révén ezek a falvak a magyar nemzetiségűek növekedését mutatták ki. Ebbe a kategóriába tartoznak még elszórva, mozaikszerűen azok a gömöri többségében roma többségű falvak, ahol a roma lakosok magyar nemzetiségűnek vallották magukat, már korábban is, most is, és a demográfiai növekedésnek, a természetes szaporulatnak köszönhetően ezekben a községekben nőtt a magyarok lélekszáma. Kérném az utolsó diát. Ez a térkép pedig talán az asszimilációs gócpontok megjelölését leginkább szolgáló, vagy inkább legszemléletesebb anyag, hiszen az egyes községeken élő magyar nemzetiségűek és magyar anyanyelvűek aránya közti különbséget jelöli százalékban. Tehát, hogy egy példán illusztráljam, mondjuk e-mail esetében a magyar nemzetiségűek aránya jellemzően évtizedek óta nagyjából fele akkora, mint a magyar anyanyelvűek aránya. Ez köszönhető a helyi, tehát a magyar iskola hiányának, köszönhető a nagyszámú telepesnek, illetve a nagyszámú magyar kitelepítettnek. Tehát ezekre a sajátosságokra igyekszik rámutatni ez a térkép. Láthatjuk, hogy a tömbterületeken, tehát tulajdonképpen a Csalló köz a leginkább halvány. Ezek azok a községek, ahol a magyarok, a magyar anyanyelvűek a legtöbb esetben magyar nemzetiséget jelöltek meg a népszámláláson. Az Újvár környéki háromszög, melynek a leszakadását már 10 évvel ezelőtt is megfigyelhettük, itt is élesen, illetve itt is élen jár, és hát sajnos az egész Zoboralja ebbe a kategóriába tartozik. Zoboralját ugye mindig szórványként említjük, de elmondhatjuk, hogy Zoboralja területén belül van még egy belső szórvány, a háromhegymegi falu, Béd, Menyhe, Vicsápapáti, Egerszeg. Már többet mondtam, mint három, de némelyik település közigazgatásilag egybe tartozik. Gyakorlatilag ezekben a falvakban a mostani évtizedben figyelhetjük meg a magyarság teljes eltűnését. Talán egy kicsit személyesítve, vagy anekdotizálva ezt a kis történetet, elmondható, hogy ezekben a községekben még a 80-as években is működött magyar kulturális szervezet, volt a Csemadoknak helyi szervezete, és bár a magyar nemzetiségűek aránya és a magyar anyanyelvűek aránya is már 5% alá süllyedt, a magyar pártok preferenciái még mindig meghaladják a 20, vagy esetenként a 30%-ot. Tehát a valamiféle kötődés az identitás, a helyi lakosok identitásában máig megfigyelhető. Gömörben kiegészítve az előbbi mozaikot, egy másik mozaikot láthatunk. Itt azok a települések ugranak ki sötét színnel, ahol szintén roma, többségében roma lakosságú településeken a roma lakosok bevallották magyar anyanyelvüket, ám nemzetiségként a magyart nem jelölték meg. És hát sajátosan az egész kassavidéki járás, és hát a rozsnyói járás legszéle, de inkább a kassavidéki járás a teljes elveszés irányában robog. Gyakorlatilag egy egész nagy gócban megfigyelhetjük a 20% feletti különbséget. Itt ezen a térképen a legészakibb magyar falunak gyakorta titulált
jászó az, ahol bár a magyar közösség már nem éri el a 10%-ot, de a nemzetiségi és az anyanyelvi adatok szintjén még egészen kedvező eredményeket kapunk. A szlovák újhely környéke az utolsó ilyen gócpont, és talán még kiemelhetném az Ondava-menti falvakat, Garanyt, Hardicsát, Imreget és Szürnyeget, ahol még Imregen és Szürnyegen fokozott fogyást, Garanyban már semmilyen változást nem tapasztalunk, ugyanis erről a településről az elmúlt évtizedben teljesen eltűntek a statisztikai magyarok, és a magyarságot tulajdonképpen már csak a két hetente fölmerülő magyar nyelvű istentiszteleten tudjuk ilyen vagy olyan formában megtalálni. Hát én nem is húznám tovább ezt a rövid hozzászólást, és átadnám a teret a vitának. Köszönöm szépen!